Továbbra is folyamatosan cseng a telefon a szabadkai magyar főkonzulátuson. Január 1-től még többen kérnek időpontot a könnyített honosításhoz, mint decemberben. Közben itt is rendben megkezdődött a kérelmek befogadása. Szerbiában tegnap a pravoszláv karácsonyt ünnepelték. Állami ünnep ez a nap, de a szabadkai magyar főkonzulátuson mégis dolgoztak. Naponta megközelítőleg olyan 80-100 ügyfelet tudunk kiszolgálni, ez egy olyan 130 ügyet jelent, hiszen nem csak egy ügyek vannak névváltoztatással, anyakönyvezéssel, stb. Teljes terheléssel dolgozik a főkonzulátus. Az átalakított épületszárnyban nincs várakozás. Időpontra érkeznek az ügyfelek és elégedetten távoznak. Nagyon aranyosak az ügyintézők, segítettek. És hát nagyon jó érzés ide bejönni és ügyet intézni. Erre számítottunk, erre vártunk. Korábban naponta 100-an kértek időpontot a könnyített honosításhoz. Január 1-től még nagyobb az érdeklődés. Több mint 8000 telefonálónak adtunk konkrét időpontot. A szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai eddig 40 lakossági fórumot tartottak, ahol közvetlenül tájékoztatták az embereket. Ennek konkrét haszna van. A legtöbb igénylő felkészülten érkezik honosítási kérelmének átadására.